A Szent Imre templomban celebrált a Spányi Antal megyés püspök a karácsonyi éjféli misét. Az éjféli mise lezárta az adventet, feloldotta a bőjti időszakot, a megváltó születését ünnepelte. A megyés püspök szentbeszédében kiemelte, meg kell értenünk, az látja meg Krisztust, az ismeri fel Betlehemben a jászolban, aki képes önmagából feladni valamit. Ezt tették a pásztorok, ezt tették a napkeleti bölcsek. Ők akkor felfedezték Krisztust, mondta megyés püspök. Ez a Krisztus azóta is velünk van. És ezt a gyermeket nekünk is föl kell fedezni. Mi is arra vágyunk, hogy ezzel a gyermekkel találkozzunk. Mi is arra vágyunk, hogy valaki elvegye bűneinket, hogy valaki azt mondja, nem számít a múltad, mert megbántad. Elveszem tőled a terhedet, mert szeretsz, és adok neked új életet, mert él benned a hit. Képesek vagyunk-e önmagunk elgondolásait, saját hibás döntéseink igazolását, megszokásainkat, való ragaszkodásunkat föladni, hogy befogadjuk a gyermeket, hogy az ő szeretete és békéje bennünk éljen, és az ő szeretetét és békéjét továbbadjuk a világnak. Karácsonykor minden évben megnő a lakástüzek száma, a problémát ilyenkor többek között az okozza, hogy megfeledkezünk az égő gyertyákról. A legfontosabb természetesen a megelőzés. Ha kimegyünk a szobából, fújjuk, olcsuk el az égő gyertyát. Idén is volt már ebből gond, egy fehérvári társasházban egy adventi koszorú kapott lángra, és vele együtt az asztal terítő is. Szerencsére az ott lakók gyorsan reagáltak, és egy másik terítővel elfojtották a tüzet, így nem lett baj. De a karácsonyfa, főleg ha már kiszáradt, kifejezetten gyúlékony. Gyertyát és csillagszórót karácsonyfán semmi esetre se gyújtsunk meg, főleg az idő előre haladtával, amikor a szobában felállított, kivágott fenyő már annyira kiszárad, hogy akár egy csillagszóró szikrájától is könnyen lángra kap, és egy pillanat alatt végigég. Ha kigyullad a karácsonyfa, akkor cselekedjünk gyorsan, hiszen nagyon gyorsan terjed a tűz. Próbáljuk meg ezt a karácsonyfát hirtelen eldönteni, elfektetni, és ha közelben van, akkor egy vagy kettő szétnyitott pokróccal lefedni. Ezzel megakadályozzuk, hogy a tűz még több oxigént kapjon, elfojtjuk úgymond a lángokat. Vasárnapra az ország nagy részére ónos eső miatt első és másodfokú figyelmeztetést adtak ki. Ma éjjel akár hószálingózásra is számítani kell Székesfehérváron. Vasárnap késő este a Dunántúl északi részén és a főváros környezetében átmeneti ónos eső után gyengébb havazás valószínű, kis mennyiségű, legfeljebb 3 cm-nyi hóval. Vasárnapra Fejér megyére és a többi között Pest és Veszprém megyére az ónos eső miatt elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.